A mezőgazdaság számára a természet pihenése nem jelent megállást. A földeket és az éppen téli, vegetatív állapotban lévő fákat ilyenkor is gondozni kell. Az időjárás pedig most kedvező mind a már elvetett termények számára, mind az éppen aktuális feladatok elvégzéséhez. Az őszi betakarítások elhúzódtak egy kicsit, a, a csapadékos időjárás, ami, ami nagyon késő, de megérkezett, ezért sok helyen a, a vetéseket úgymond egy kicsit... Későn vetették el, de hál' Istennek ez az enyhe időjárás, ami volt végig egész decemberben, ez biztosította azt, hogy a, az őszüvetésűek jót teleltek. Most jött rá egy kis autokaró, és igaz, hogy nem nagy, de betakarja annyira, hogy ez a mínusz négy mínuszért nem árt neki, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a, az őszüvetésűek a tavasznak majd, ha, ha így marad az idej, akkor elég fejlettségi állapotban fognak indulni. A kertészetekben és a gyümölcsösökben az időjárás függvényében tudnak haladni az éppen aktuális feladatokkal. Jelenleg a gyümölcs termesztésben a meccési munkálatok folynak. Ez a meccés elkezdődött már a tavalyi év november vége, december környékén, ugye nagyon jó volt az időjárás, bár volt esős időszak is, mint hogy visszaemlékszünk, de ezek a munkálatok már akkor elkezdődtek. A nyugat-európai országokhoz hasonlóan, én is úgy gondolom, hogy ezeket a munkátokat már el lehet kezdeni. Igazából nem kell félni a fagytól, bár betartva a technológiai fegyelmet, a meccési fegyelmet nyugodtan el lehet kezdeni. Jelenleg az időjárás úgymond kegyes hozzánk, bár az elmúlt napokban eléggé hideg volt az idő, volt, hogy mínusz 20, mínusz 22 fokot is mértünk. Ilyen időben, mínusz 5 fok alatt vagy nagyon hideg időben nem végezik a meccést, de úgy az előrejelzések alapján úgy látszik, hogy ezt a meccés munkát lehet folytatni, illetve mind szántóföldön, mind gyümölcsben a trágyázásokat el, trágyázásokat el lehet kezdeni. A mercési munkák várhatóan egészen áprilisig elhúzódnak a gyümölcsösökben. Ezzel egy időben, amíg járhatók a fagyos földek, megkezdik a talajok előkészítését és a trágyázási munkákat is, tette hozzá a szakember.